Strediskom cirkevného života a zároveň našou najvýznamnejšou umeleckou pamiatkou je rímskokatolícky kostol v barokovom štýle. Vysvetili ho v roku 1799 na počesť Panny Márie. Poškodenia počas druhej svetovej vojny odstránili v roku 1957, ale jeho veža je nižšia, ako bola pôvodná. Vnútornú rekonštrukciu uskutočnili v roku 1968 a koncom 80. rokov minulého storočia. Už svojou veľkosťou poskytuje fascinujúci pohľad a na krásu vnútorných priestorov sú tunajší obyvatelia právom hrdí. Môžeme čítať na stránke Podunajska, kde píšu odporúčanie o našom kostole náhodným turistom. A naozaj sme právom hrdí na náš kostol, ktorý je umeleckou pamiatkou, ale ešte viac na ženy, dobrovoľničky, ktoré venujú zo svojho času okrem udržiavania čistoty na výzdobu hlavného oltára a ostatných piatich vedľajších oltárov. Okrem upratovania perú, žehlia, škrobia obrus, čo má svoj postup, lebo nie je jedno, ako to vypadá na oltári a na pilieroch držiace sochy. Sledujúcich činnosť pracujú s nesmiernou precíznosťou. Je to očividné, lebo jedna z dvojíc, Jutka Elzerová, dĺžku obrusu na hlavnom oltári nastavujúc pomocou meriaceho pásu. So svojou partnerkou Rozáliou Elzerovou považujú oltár zhotovený koncom 18. storočia za svoju srdcovú záležitosť. Keď človek vstúpi do kostola, hneď upúta pozornosť hlavný oltár a malba znázorňujúca na nebzobovzatie Panny Márie. Milyen gyakran cserélnek terítőt? Hát mikor mi az alkalom, tudod? És most mi az alkalom? Hát már most a Szent Mihály búcsú után leszoktuk venni a kalászosat, ami a Péter Pálos, és akkor utána még ma a lila gyűna adventi. Dvojice starajúce sa o oltár za rok menia obrusy približne 5 krát. Teta Terry Hajduová s Máriou Šipošovou sa starajú o oltár srdca Panny Márie na ľavej strane, ktorého stojí socha svätej Rozálie a na pravej strane sa nachádza svätý Ján Krstiteľ. Pri výmene obrusu im pomáha Rozália Škrovanová, ktorá vzala na seba spolu s Margitou Komžíkovou starostlivosťou oltár Božieho srdca Ježišovho, nachádzajúci sa oproti. Pracujú potichu, koncentrovane. Nehovoria veľa. Blesku rýchlo robia svoju prácu. Teta Magdy Lacková sa dostala počas pôsobenia otca Nemčoka do skupiny, keď toto môžeme nazvať, lebo sú v skutočnosti dôchodkyne, dobrovoľníčky, ktoré je pre táto činnosť jednou z najkrajších motivácií. Poskytuje pravidelné zamestnanie, s ktorým sa dá najlepšie čeliť samote a pasivite. Teta Magdy spolu s Helenou Máňovou zodpovedajú za oltár svätej rodiny. Obklopená s množstvom kvetov hovorí, že dnes už nie je jednoduché nájsť osobu na dobrovoľníckú činnosť. Teta Menci Rumanová venuje dôkladnú pozornosť aranžovaniu kvetov vo vázach. Ich oltár musia zdobiť pozoruhodné kvety. Starajú sa spolu s Alžbetou Šárajovou o výzor oltára svätého Michala. Irena Lacková tento deň pracovala na oltári Panny Márie z Lourdes sama. Druhá členka dvojice, Katarína Máňová, nemohla prísť. Vôbec nezaostávala za ostatnými. Postupne so zručnými pohybmi čistí každú časť oltára. Nad rutinnými pohybmi nie sa čo čudovať, lebo túto činnosť vykonáva už 21 rokov v službách cirkevnej obci. Szóval akkor mennyi? 21 éve csinálja? Na és mi a történet? Hogyan került ide? Rozi néni a száz, Feri bácsinek anyukája, az lebetegedett.
Igen. És csak úgy jöjjek el, hogy kisegíteni egy kicsit. Az itt maradt. És itt maradt. 21 év azért hosszú idő. És mennyi munka ez rendben tartani egy oltárt? Hát, sok. A párja is ilyen kitartó, és 21 éve magával van? Nem. Hány pár volt a 21 év alatt? Volt a párom. Igen. Hát ma megöregedett. Igen. És akkor lemondott. Értem. Aztán lett a tutor Gizi néni, aztán a Bandi bácsi lebetegedett, igen. Az abban maradt. Igen. Aztán azután szóltam ennek a Mánya Kató néninek. Igen. Hogy hát egyedül mondom, gyerünk, hát csináljuk. De úgy látom, hogy szereti csinálni, olyan elmélyülten dolgozott. Hát ez már, ez a rutin neked. A virágokat azt maga kertjéből hozza, vagy gyűjtögeti? Nem. Akkor már tavasszal úgy gondolkodik, hogy mindig legyen? Igen, egész évben. Mert ez rengeteg virágot kíván. Rengeteg. Kardvirágom az nagyon sok volt. Minden héten cserélik a virágokat? Persze, még hétköznap is. Hétköznap is. Hetente mennyi órát öl ebbe a munkába? Mert ez egy önkéntes munka. Hát mondjuk hétközben csak egy-egy vázát cserélünk. Hát ketten ügyesebben megy, no. Igen. Akkor korábban gyűvünk egy kicsit, és hát megcsináljuk, mire kezdődik a mise. Rózsafűzét mondjak ma, aztán meg is bekapcsolódhatunk. Nagyszerű. Már nem. Ez igen, elismerésem a 21 év miatt. 21 év. Ez szép. Hát ugye azok kiöregedtek, az a Mári néni is, Roza néni is, ugye már azok sem voltak fiatalok. Igen. Hát én még akkor olyan volt, hogy hát 53 éves voltam, akkor mentem nyugdíjba, ugye ma most 60 évesen mennek. Igen. Hát aztán, hát még volt hozzá kedvés. De még most is van hozzá kitartása, meg a lánya, hát, úgy látom. Nem nagyon gyűnnek a fiatalok. Mondtam, hogy hát ma betanulni harmadiknak, mert hát ugye minden alkalommal más terítő megy, azt tudni kell. Igen. Hogy mi legyen. És a terítőket is maguk tartják rendben? Igen. Igen. Mondjuk azt én szoktam. Mossák, vasalják, keményítik. Igen. Mert nem csak úgy van, hogy kimossuk, hanem azt precízen be kell keményíteni, ugye? És ilyen kis micsodakra van tekerve. Igen. És akkor arról szedjük elő. Igen. Nagyon jó. Örülök neki. És ilyenkor, mikor így összerakodik, megcsinálja, milyen érzés? Hát jó, végignézni ezt a szép. Akkor büszkeséggel tölti el. Biztos. Webová stránka önkéntes.hu definuje dobrovoľníctvo, ktoré je v každom prípade pestrá činnosť a práve pre túto rozmanitosť je ťažké kategorizovať ju. Dve skupiny však možno odčleniť. Nový typ dobrovoľnosti je osvojenie si vedomostí, užitočné využívanie voľného času, činnosť na rozvoj sebapoznania, kým do starého typu zaraďujeme činnosť, ktorá sa viaže k tradičným hodnotám, solidarite, rodine, prípadne mám náboženské pozadie. Naše usilovné ženičky patria do tejto druhej kategórie.